Rajzember. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Szakács Róbertnek Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában. Ő azt mondja, a rajzolás varázsa 10 éves korában ragadta meg. Hozzátette, nyaranta barátjával, Borosz Zoltán grafikussal, közös szenvedélyüknek, a futballozásnak és az alkotásnak szentelték szabadidejüket, egymás munkái által inspirálódtak. Ezek az élmények határozták meg azt, hogy Szakács Róbert a budapesti képző és iparművészeti gimnáziumban tanul tovább alkalmazott grafika szakon. Itt jött a képbe az, hogy az alkalmazott grafika mellett azért a kollégiumban mi zenéltünk nagyon sokat, és zenekarok alakultak, és ugye a zenével is összekapcsolódott az életem. És gyakorlatilag ezért van az, hogy néhányan meglepődnek, hogy hát te rajzolsz is, mert hát zenészként ismertünk. Egész életemben rajzoltam is, festettem is, és mellette zenéltem, csak hát a zene volt az, ami, pontosabban inkább zene mellett rajzoltam, mert a zene volt az, ami az életemet úgy kitöltötte, és a rajzolás hobbivá vált. És most, ahogy jöttek ezek az időszakok, a covidos időszak, amikor már nem zenélhettünk, hát akkor meg leültem, a digitális rajzokat készítettek, és ezért a gép elé ültem ugye le, és egy digitális táblán folyamatosan festegettem, rajzolgattam. Az olajfestészet azért áll távol tőlem, mert én nem szeretek úgy ilyen olajjal maszatolni, és ezért inkább a grafikai részéről közelítettem meg mindig a dolgokat, és ahogy jöttek ezek a technikai újítások, hogy egy elérhetővé vált számunkra az is, hogy egy táblán tudjunk rajzolni, akkor ezt kihasználtam, ezt a lehetőséget. Csak hát azért úgy van igény arra, hogy ezek jelenjenek meg festményformátumban is, és ezért így kilettek nyomtatva, és festmények lettek belőlük. Az alkotó azt mondja, mindig is az élethű stílus vonzotta. Korábban a kézirajz, tempera festés állt közel hozzá, de manapság a digitális festés használatával a technikai lehetőségek széles spektrumát igyekszik elsajátítani. Én mindig realisztikusan igyekeztem rajzolni, most már úgy érzem, hogy szeretnék elszakadni egy kicsit ettől, mert a lehetőségek olyan nagyok ebben a technikában, amivel dolgozom, hogy itt most már tényleg bármit meg lehetne oldani. Ugye magában a fénykép az nem sokat mond egy embernek, ma már tényleg mindenki tud még a mobiltelefonjából is fényképezni, de az, hogyha lerajzolom fényképszerűen a dolgokat, az már nem olyan jelentős, de az, hogyha pluszot adok, jelentőséget adok nekik, színeket adok és átalakítva más értelmezésbe festem le, annak már van valami üzenete az emberek számára. Úgyhogy így alakult ki ez a dolog, és ezért gondoltam, hogy hát veszünk egy ilyen nem művész nevet, hanem inkább egy ilyen Facebook oldal címet akartam adni azzal, hogy azt mondtam, hogy akkor nem Szakács Róbert festményei, hanem a rajzember festményei. És hát úgy tűnik, hogy aztán úgy nekem is megtetszett, hogy lehet ezt használni esetleg a kiállításra is, hogy rajzember, és ezt még angolul is lehet használni, mert drawmanként is, vagy drawingmanként is lehet használni. Ez a fajta technika, azt lehet mondani, hogy körülbelül 20 éve jött be, így, vagy kezdett működni a művészek életébe, de talán 10 éve van az, hogy elérhetővé vált az olyan többmilliós rajztábláknak a használata. Régebben több millióba került, most már 4-500 ezerért is meg lehet venni egy rajztáblát, amivel lehet így dolgozni, és a nyomdai megjelenítése is sokkal jobb minőségű lett, mint a régebbiek voltak. Én úgy gondolom, hogy ez a technika most a jövővé, tehát úgy gondolom, hogy nagyon szép dolgokat lehet festeni olajjal, de érdekesebbeket, változatosabbakat, merészebbeket lehet most csinálni azzal, hogyha az ember egy kicsit belemegy ebbe a informatikán keresztüli működésbe. Szakács Róbert azt mondja, a gimnáziumi évei során diáktársaival több zenekart alapítottak az akkori 80-as évek budapesti alternatív művészeinek és előadóinak hatására. Így érthető, hogy ehhez a kifejezési formához párosult sok rajza és festménye az elmúlt évtizedek alatt is. Később a Biblia és a hit tanulmányozása ihlette képeit. A kollégiumban mindig ment az elérés. Tehát én olyan közegben nőttem fel 10 évesen, amikor hát az akkori budapesti alternatív élet, kontrollcsoport, Európa kiadó koncertjeikre jártunk.
vagy akár az Albert Einstein bizottságot is mondhatnám, ahol festőművészek énekeltek és zenéltek, és úgy belénk ivódott az, hogy az is egy önkifejezési forma, és szinte párhuzamosan futott mindig a zenélés és a rajzolással az iskolában is, meg hát később is.